lakik, nagyságos úr? Az öreg uraság. Péter! Jó napot kívánok, nagyságos uram! Hát, ez az a lakás? Ez kérem. Ebbe az ágyba halt meg édesanyád? Ebbe kérem. Igen. Tessék helyt foglalni, nagyságos úr, ha még nem sértem. Köszönöm. Látom, csomagolsz, Péter. Hova készülsz? Én kérem, el. Hová el? Hely után. Rögtöni fölmondásba vagyok. Ki mondott föl neked? Hagyjuk ezt most már, nagyságos uram. A fiam. Hallom, megütött. Nem tetszettem. Kitötték a szűrőm. Nem baj. Tessék engem elengedni békességben, nagyságos uram. Nem engedlek el. Itt kell maradnod. Nagyobb jogod van itt maradni, mint akárkinek. Péter, te az én fiam vagy. Kérem, én a Balogh Gáspár fia vagyok. Nem, az én fiam vagy, az én első szülött fiam. Hogyan mondta? Csak most tudtam meg, Péter. Felséges úristen, hát maga is beröndölt az anyámat. Hát úgy lettem én. Az én anyám sem volt külön, mint a többi. Péter! Elhallgasson! A szeretője volt! Az én édesanyám! Most értem már meg, hogy miért kellett én nekem a maga születése napján csokrot vinni, meg verset tanulni, hogy az Úristen sokáig éltesse! Péter! Nem megyek ki a temetőbe többet! Én a Pálasi uraság fia vagyok! Ne legyen semmi! Semmi ne legyen! Kibasztam már! Péter! Megjaláztad, kifaszkodtad! Péter, kedves, drága fiam!